Magyar Rádió egykori épületénél vagyunk. Olá Vilmoshoz érkeztünk, aki a napja nagy részét itt tölti, hiszen próbál. Lássuk, mire készül. A hatos stúdió felé igyekszem. A termet már birtokba vette a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, akik a Schubert sorozat következő estjére készülnek. A hegedű művész koncertmesterként irányítja az együttest, mondhatni a karmester jobb keze, aki nem más, mint Vásári Tamás. Most megyünk tovább, 75. Nekem például az kötelességem, hogy fölálljak, bemondjam, hogy honnan kezdjük el játszani a darabot, milyen dinamikát kér a karmester, mi az, amire ő ezen a részen gondolt, mi az, amit ő ki akar fejezni. Annyira együtt érezzük a zenét. Tehát ami a misztikája az együtt muzsikálásnak, hogy ugyanazt a nyelvet beszéli. Az összhang jól látszik a két művész között. Nem csoda, hiszen Olá Vilmos gyerekkora óta ismeri a zongora művészt, és azóta is gyakran koncerteznek együtt. 11 éves volt, és csoda gyerek, összeraktak vele egy koncerten. Úgy játszott, hogy aztán meg is maradt a pódiumon végig, és ez egy nagy ritkaság. Akkor Mendelssohn hegedű versenyét játszottam Tamás vezényletével. Az a fajta érzékenység, az a fajta beleérző képesség, művészi odaadás, amit Tamástól tapasztaltam, egyből a nem csak zenei, hanem emberi példaképpen mi is tette. Egy, két, egy, és... Nincs idő a pihenésre. A próba az újraalakított Lajta László kvartettel folytatódik. Idén 60 éve, hogy az Olá Vilmos által nagyra tartott szerző elhunyt. Ezt az évet neki szentelik. Szuper. Lajta tiszta forrást kereste, Bartókhoz és Kodályhoz hasonlóan, az igazi mélységet kereste. Ő volt az, aki a hangszeres népzenének a lejegyzésében az élen járt. Feltűnik, hogy a hegedű művész ezúttal is finoman a kezébe veszi az irányítást. Annyira pontosan le van írva a kottában, hogy mit akart hallani a szerző, vagy hogyan vannak ezek a zenék eredetileg. Ez a vége a tempónak. Nehéz, hogy az ember úgy tudjon irányító lenni, hogy csapatjátékos is tud lenni. Az, hogy egy csapatot, egy kvartettet, egy szimfonikus zenekart, egy kamarazenekart tudok irányítani, ez azt gondolom, hogy velem született. Most a szemközti épületben folytatjuk a napot, ami nem más, mint a Magyar Nemzeti Múzeum. A múzeumkertben sétálunk, Vásári Tamás is csatlakozik hozzánk. Megtudom, hogy a séta gyakori közös program a két művész életében. Ebből a szempontból is összeillettünk, amit barátok a videóban, ő is sokat sétál. Úgyhogy a séták alatt ott tudtunk megbeszélni olyan dolgokat, amikre inspirált a természet, ami nekünk életelemünk az az érzéssel. A séták során olyan intim dolgokat is meg tudunk osztani, egészen sötét, mély, saját életünkkel kapcsolatos olyan titkokat, amit azt hiszem, hogy csak mi ketten tudunk egymásról. Természetesen nem akarok tolakodó lenni, de kíváncsi vagyok, mire gondol. Engem úgy formált az élet, hogy olyan művészi, amilyen most vagyok, hogy inkább szenvedés által. Tehát valahogy azokat a mély pillanatokat megélve tudtam előre jutni, és Tamás volt az, aki mindig segített ezeken a mélységes pontjaimon tovább jutni. Ha nem lenne egy ilyen fantasztikus jó barátom, a legjobb barátom, akkor valószínűleg nem tudnék hegedülni most itt ebben a pillanatban. Eckhart hívták középkorért, és az ő mondása volt az, hogy a szenvedés a fejlődés leggyorsabb paripája. És ezt azt hiszem mind a ketten alá írhatjuk.